gazda fergeteg, úgy tör előre a sereg, völgyön és a bércen áll. Elkapunk, ne hagyja a gazda, még a régi honvéd vagy, nézd meg a legszebb hazát! Hajtás ma még tán, csak 5 perc az élet, 5 perc is nincsen tovább. Legszebb imáimba foglallak ma téged, tűzszívvel gondolom. Na szed? Veszed? Immáron ez a 9. Attila Védvonal emléktúránk. Gyönyörű időnk van, és rekord létszámú indulónk is. Ugye még a rövid távot nem indítottuk el, de úgy tűnik, hogy bőven 300 fő fölött lesz a indulóknak az összlétszáma. És ugye itt most voltunk ponton, ők is kitettek magukért, meg a túra sajátossága egyébként, hogy a részvevő szervezetek mindegyike azért próbál kicsit licitálni az előző évekhez, meg a másik szervezethez. Tehát egy kicsit ilyen versenyként is felfogják, ami igen, egyáltalán nem baj. Úgyhogy a túrázók között azért népszerű ugye ez a rendezvény, mert mindenhol bőséges ellátmány van. Ez jó finom, hogy támogatóktól kaptuk ezt a pálinkát. Hogy? Jó, ugye? Finom. Egy kis benzin kereszt. Ja, kell ami hajtja a motort. Jó van. Na, bezár a bazár. Jókedvű emberek, és változatos. Tehát nem az, hogy egy szervezet szervezi meg ugye az összes pontot, mert mi is, mint a vármegye farkasok, meg tudnánk csinálni, hogy kiállítunk 2-3 főt egy-egy pontra, de az úgy eléggé egysíkú lenne, és unalmas. Így viszont szerintem tényleg ez a túrának ez az erőssége, fő erőssége. Egy abszolút változatos. Na és neked hogy tetszik, Gyula, így, hogy most vagy itt kvázi így először? Hát úgy, hogy nem kell gyalogolni, hanem telepjáróval viszik a seggemet, így jó, amúgy. Na, de komoly. De én soha nem voltam még, tehát ez nagy szégyen, hogy én még, nekem ez még mindig kimaradt, hát én még egyszer sem voltam, tehát a saját rendezőkön. Ugye most vagyok először, ugye belülről, figyelj, nyilván követtem meg nyilván tudtam, hogy mi merre hány méter, de így belülről ez tényleg útra menő. Gyula kislány, mit szólna most? Enyém Rudim! Enyém, nem vagyom ide! Enyém Rudim! Nem vagyom ide! Enyém problémában is ütköztetek, mert egy olyan szép. Most 9. ugye van, azért rutinból hozzuk le. Persze mindig van időjárás, tényező. Jó kedvűek az emberek, stb. Tehát, igen. Hát ez egy nagyon jó kedvű rendezvény. Hát ez tényleg egy ilyen nemzeti radikális összefogás. Hát ez az. Meg nem is érzi. Én azt látom mindenki, meg amikor szervezzük is, hogy senki nem azért csinál, mert muszáj, meg mert basztatjuk őket, hogy naj, tehát nem telefonálgatunk rájuk, hogy akkor jöttök, hanem tényleg jó kedvel van csinálva. Igen. És igen, ez igen, nagyon fontos. Nagyon fontos a jó kedv. Ivott már Kent Ross pálinkát? Ittam. És milyen volt? Jó. Az bátyám, azt maguknál hol főznek pálinkát? Hát ott jó, azt a templom torja, látom. Na, azon kívül mindenhol. Ezt ne rúgj bele. Na, folyt köv, látogatjuk az összes pontot sorra. Már csak azért is, hogy lássuk, hogy van-e valami szervezési nehézség, jól ki van-e szallagozva az útvonal, kell-e amiben segíteni. Úgyhogy mi azért megyünk egyébként terepjáróval. Ők is erre jönnek. De miért erre jönnek? Jó, de jó felé jönnek? Nem. Na, mindjárt majd megkérdezzük. Igen. Hogy... Nem egyértelmű a szallag? Tessék? Nem egyértelmű a szallag? Sokan eltévednek. Csak bandák voltunk, nem tudom. De csak már sokan. Azért, hogy mindjárt valamit megnézzünk. Kevesen tudják, hogy a mögöttem látható Szent László kilátónak a megmentésében is mi túraszervezők, meg a mi barátaink aktív szerepet vállaltunk, mert felmerült, hogy ezt a területet felparcellázzák, és aladják jó pénzért, mert ugye innen nagyon jó panoráma nyílik. De amint erről tudomást szereztünk még több évvel ezelőtt, tiltakoztunk, illetve a helyi
polgármestert, az akkorit felkérdeztük, meg lakossági fórumot hívtunk össze. Egyébként nagyon el volt hanyagolva az egész épület, de hál' Istennek elkezdték a felújítását. Amúgy mi is önszorgalomból volt, hogy a Szent László szoborhoz fentről bemásztunk és kitakarítottuk, mert sajnos helyi fiatalok szemétlerakónak használták, mert szét graffitizték az egész kilátót, meg a környezetét, meg sajnos a belső kiskápolna részt is. Önszorgalomból ezt felújítottuk, bár ezért megfeljelentettek minket a helyi hatóságok, hogy mit képzelünk magunkról, hogy egy lezárt területre bejövünk. Ó, nem kell, nem kell. Nem áll. Na, itt vagyunk a Szárhegyen, Makrai Aless pihenőhelyen, más névem. Ugye ezt a Magyar Bozótmíves Egyesület, a Bushcraft közösség, ugye Papica vezetésével hozta létre. Ugye itt nem volt semmi, csak egy kicsi tisztás, de látható majd itt a felvételeken, hogy itt egy komoly pihenőhely lett kialakításra, illetve itt egy tanösvénynek ugye a nyomvonala, amit szépen végig lehet járni. Ajánljuk mindenkinek, aki erre jár itt Kerepes környékén, hogy nézze meg mindenképpen. Illetve ez a táblán olvasható, hogy mi az a bushcraft, túlélés, mi az a tanösvény. Ez nagyon kulturált és szép pont lett. Bajtárs előre, ma olcsó az élet, jöjjön a legszebb barát. Bajtárs, ha még tán, csak 5 perc az élet, mindegy, de győztünk muszáj. Elmondanám, hogy a túra igazi főszervezőjeként Dóri, tehát én már csak névleg vagyok a túra főszervező, mert Dóri nélkül itt nem lenne semmi. Tehát nagyon jó, hogy vannak ilyen lányok, akik pontosan, precízen leszervezik. Kisbabával együtt. Igen, kisbabával együtt. Egy segítségem van, aki hátrált. Igen, igen, mert milyen adminisztrációhoz debértünk amúgy. Úgyhogy a Dóri mindenképpen a dicséret. Mondja, igen, mondja valamit. Nem. De ilyen túra második. Lépcső van ásva, így két kis kezükkel farkasok kiásták. Kézzel lépcsőt ástak a farkasok. Covid protokoll ellenőrzést tartok, mint főszervező, hogy megvan-e? Csak ide tegyük le? Ajaj. Hajába sül krumpli, szalonnával, hát ez a valami. Nem mondom. Forró. Fantasztikusak ezek a mi fiaink. Nem számíthat bármi, ha noha a tél, hogy a bértig van. Évetre szent eskü vár. Száz halállal szembe nézott, hol a legnagyobb a vét. Téged is készen talál. Bajtás, ha végtán, csak öt perc az élet. Bozeg, nem bakancsba vagyok, Laci. Gyere a füvön! Nem bakancsba vagyok. Gyere oldalt! Csúszik. Megkérdezzem, van-e kötél? Még bottal még hagyd el. 100 képe. Jaj! Vigyázz, mondom, majd csúszik. Vigyázz, tényleg csúszik. Ezt mondom. Segítsek! Meg vagyok. Meg vagy. Vigyázz, mondom, majd csúszik. Na itt vagyunk Vircsik András baráti körnek a pontjánál. Azért gondoltunk amúgy erre a pontra, hogy itt berakjuk ezt is, főleg mert ugye a debreceni 16. rohamtüzérosztálynak van az emlékkeresztje. Tehát ez is egy ikonikus helyszín az Attila V-vonalnak II. Világháborúban. Tehát itt ezeken itt a dombokon is kemény harcok zajlottak. Ugye a domborzati viszonyok adják magukat, hogy itt is a szovjet gőzhengernek próbálták útját állni. És hát a debreceniek itt harcoltak keményen. És érdekesség, hogy itt az emlék keresztnél van lerakva két a helyszínről származó hüvely. Ugye amatőr fémkeresősök szedték össze, vagy mint egyébként a Szent László kilátónál is, hogy az avarból találtak töltényhüvelyeket, illetve
kézigránát maradványokat is, vagy akár repesz maradványokat. Úgyhogy az Attila védvonal emléktúra az azért is különleges, ugye, mert bejárjuk a harcoknak a helyszínét, és kegyeleti jelleggel is végig lehet menni a túrán, ugye ez nem egy sportesemény. Látom én a két szemet, itt a tűz oly piros, akár a szár. Ó, lefel olyan fehér, akár a két kezed, angyalom, itt muszáj gondolni rá. Te jutsz eszembe, bárhová tekintek én, babám, egy tüzes csókot érték a szám. Süvít a szél, az ágyú cső is most szinte remeg, szívemben él. Emléketek, apám, anyám, de szép mamám, gondoljatok, és reám, kicsiny falunk, kis otthonunk, itt messze Moszka földön rólatok álmodunk. És meg vagy elég, de bizarrebben volt? Hely, ez kurva jó. Igen? Ez kurva jó rendezvény. Figyelj, tehát akárki akármit mond, ez meg van tervezve. Na, ez meg van csinálva? Most ki van téve ide azt arra? Itt vagyunk már Maglódon, esszük a nagyon finom paprikás krumplit, az Árpád vezér parkban itt van a cél, a beérkezés. Most már a túrázók javarésze beérkezett, ugye 3-4-7 van, még azért egy olyan összesen 30-40-50 ember maximum van kint. Hát a vége szerintem olyan 9 órára fog beérkezni, nyilván megvárjuk őket, de azt tudom elmondani, összegzés, ugye a 9. alkalommal, hogy ez eszméletlen jó volt, még nekem is adott sok újat, hála Istennek mind a résztvevők részéről, tehát nagyon pozitív volt mindenki, nagyon jó volt a hangulat, illetve a többi szervező szervezet is hozzátette a magáét, kreatívak voltak, abszolút. Most tényleg nem akarok ezért lenni, szentimentális, meg ilyen kispolgári kakecolást nem akarok nyomni, de meg mindenki mosolygott. Igen, nem, ez már annyira ránk fért, lehet, hogy már mi voltunk az elmúlt egy kicsit negatívak, mert be voltunk már egy kicsit fordulva, savanyodva, érted? De ez is annyira ránk fért, hogy itt mindenki mosolygott. De még így a végére is mosolygva érkezte. Érkezett a többség, nem mindenki. Nem mindenkinek volt őszinte a mosolya, de egész nap, tehát amikor találkoztunk emberekkel, mindenki jókedvű volt, mosolygott, szeretett volt, meg békesség. Ez jó zárszó. Köszönjük szépen, tartsatok velünk jövőre is. 2022. szeptember 24-e, ha megéljük.